Június 25-én a Magyar Szabadság napja tiszteletére 26. alkalommal rendeztek megemlékező műsort Gödöllőn a Világfánál. Az ünnepségen dr. Gémesi György polgármester mondott beszédet. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a 26. Magyar Szabadság napja alkalmából. Külön köszöntöm Antal Józsefné Klára asszonyt, aki minden esztendőben itt ünnepel velünk. Belgium és Indonézia nagykövet asszonyait és a diplomáciai testületek megjelent képviselőit. Barák Péter urat, a kúria elnökét és Németh László államtitkár asszonyt. És a ma véget ért magyar polgármesterek 11. világtalálkozójának megjelent polgármestereit határon innen és túlról. Köszönöm, hogy eljöttek, és minket választottak a népszerű Európa-bajnokság helyett. 25 évvel ezelőtt, 1991. június 19-én, 15 óra 1 perckor hagyta el Záhonynál az utolsó szovjet katona Magyarország területét. Az egyezmény értelmében hazánk szuverenitása június 30-án állt helyre. 2001-től az országgyűlés döntése szerint június 19-e nemzeti emléknap, és június utolsó szombatja a Magyar Szabadság napja. 25 éve itt, Gödöllőn, ezen a helyen, a világfa előtt, a magyar történelem egy-egy részletének felelevenítésével, a magyar kultúra értékeinek bemutatásával ünnepeljük a magyar szabadságot, ami évszázados vágya volt a magyar nemzetnek, amiért sokan egzisztenciájukat, családjukat, életüket áldozták a történelem során, és ami 1991-ben vér nélkül az ölünkbe hullott. Antal József, a rendszerváltoztatás első miniszterelnöke, aki 1991. július 1-én Prágában írta alá a Varsói Szerződés felmondását, így beszélt erről. Mi soha bele nem nyugodtunk abba, hogy Magyarországon idegen megszállás maradjon fenn, és egy tőlünk idegen politikai, gazdasági és társadalmi rendszer uralja ezt a nemzetet. Most arra emlékezhetünk, ami 1956-ban nem sikerült, és ahhoz újra hozzá kellett fognunk 1988-89-ben, amikor a világ külső körülményei, a Szovjetunió belső viszonyai lehetővé tették azt, hogy megkíséreljük békés úton, békés eszközökkel kivívni a magyar szabadságot, és véglegesen megbuktatni a kommunista politikai rendszert. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt egy kormány, egy párt, hogy egyszerűen mi magyarok hajtottuk végre. Akkor nem lennénk hülyek a történelmi igazsághoz. De hogy komoly részünk volt benne, azt ne tagadja le senki. Ennek ismeretében, ha feltennénk a kérdést, hogy mit ünneplünk ma, és mire emlékezünk, bizony nagyon sokan nem tudnák a választ. Pedig ha megszakad az emlékezés, nem fogunk összetartozni. Nem tudunk erőt meríteni a múltból ahhoz, hogy a jelen nehézségeit át tudjuk élni, mondta Antal József ebben a beszédében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Néhai miniszterelnökünk szavai üzennek a 25 évvel későbbi Magyarországnak. Üzenik a szabadság napján keresztül az emlékezés és az összetartozás fontosságát. Hogy a 25 évvel ezelőtt kivívott szabadságunk elengedhetetlen értéke és feltétele a további boldogulásunknak itt a Kárpát-medencében, Európában és a világban. Üzenik, hogy a szabadság nem egymás elszigetelésére alkalmas falak építése, vagy a hatalom megszerzésére és megtartására szükséges eszköz, de nem is újabb és újabb szabadságharcnak nevezett gyilkos, külső és belső küzdelem a hatalomért, hanem egy erőforrás a mindennapi nehézségeink és küzdelmeink leküzdésére, aminek alapja lehet a mesterségesen felépített állandó ellenségkép, hanem csak is az összetartozás. Üzenik, hogy a szabadság a döntés szabadságán alapuló egyfajta értékalapú, belső, fegyelmezett rend is, ami soha nem terjedhet át más nép és más emberek szabadságának korlátozására. A szabadság közös felelősség, például abban is, hogy Magyarországról jó képe legyen a világnak, mondta Antal József. Ha ezt ma is így akarjuk, akkor ahhoz elengedhetetlen egyfajta új kezdet, aminek alapvető feltétele
hogy újra le kell rakni bizonyos alapokat, aminek nélkülözhetetlen része természetesen hitelességre, tisztességre, becsületre alapozott összetartozás. Olyan összetartozás, amely erősíti a közös felületeket, háttérbe szorítja a sokszor kicsinyes pártpolitikai és egyéni érdekeket, azok felett áll, és aminek alapja nem a tisztességtelen vagyonszerzés, hanem szakmai szempontokat és a józanész érveit figyelembe vevő értékalapú nemzeti minimum. A magyar szabadságnak egy ilyen újjáépítése adhat egy olyan új kezdetet, amire bátran lehet hosszú távon építeni, egy kiszámítható, stabil, biztos jövőt, és hosszú távon egy versenyképes magyar köztársaságot a mai sokszor átláthatatlan érdekekkel átsző, ellentmondásokkal teli, zavarosnak látszó világban. Az elmúlt napok történései bebizonyították, be kell fejezni a kettős beszédet, hogy egy politikus nem teheti meg azt, hogy országát becsapva, saját népszerűsége növelése érdekében egy olyan folyamatot indítson el, aminek akár hatása lehet 500 millió emberre is. Mindenért vállalni kell a felelősséget. Lehet egyes döntések adott esetben népszerűtlennek tűnnek, de hosszú távon szolgálják az ország érdekét. Antal József ilyen államférfi volt, ezért 25 év távlatából is hiteles. Itt Gödöllőn és sok helyen máshol is szívünkben és a lelkünkben lángként őrzött szabadság lehet az egyik erőforrása és záloga egy valódi, hiteles, stabil, hosszú távú cselekvésnek. Egy új kezdet, mely elengedhetetlen feltétele a valós felemelkedésnek. A mindig féltve őrzött magyar szabadság és függetlenség eszméje, amit soha nem szabad és nem lehet politika hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához felhasználni, vagy arra hamisan alapozva, sokakat megtévesztve, mások ellen fordítani. Ahogy a Reményik Sándor írja Öröktűz című versében, egy lángot adok, ápolt, add tovább, és gondoszt hívem. A kivívott szabadság lángját itt Gödöllőn gondosan vigyázva és hitelesen ápoltuk. Gondoztuk, és minden év júniusában itt, a világfa előtt átadtuk önöknek, mint ahogyan idén is azzal, hogy 25 év után is adják tovább, vigyék, és hirdessék, hogy megvan, nem aludt ki, és továbbra is olyan közös pont, ami erőt adhat és ad, világosságot és meleget sugároz, ami köré egyre többen gyülekeznek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma este az Experidence Tánctársulat Nostradamus című előadását láthatják Román Sándor rendezésében, mely időben és térben hatalmas időszakot ölel fel a világtörténelemből, és ami élőképek formájában betekintést nyújt a világok vándorának utazásán keresztül ezekbe a fantasztikus történetekbe. A világutazás nálunk Magyarországon ér véget, azt üzeni, hogy nekünk, magyaroknak csakis ez a föld itt, a húzatos Kárpát-medence közepén volt és lesz a kezdet és a vég. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Szabadság napja ünnepi műsorához nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattam. A polgármester beszéde után az Experidence Produkció Tánctársulat a Nostradamus Világok Vándora című műsorát mutatta be. A látványos produkció tűzijátékkal zárult.